Na, sziasztok! Ez egy újabb ilyen piacos videó. Csak picit sietnem kell, nem tudom mennyire, mert azért mégiscsak piacon vagyok, és emberek látják, hogy itt magamban beszélek. Na de, szereztem megint egy csomó cuccot, meg némi üdítőt, mert a kurva meleg van. Szóval kezdjük is. Ez egy ilyen igazából eladásra szánt fogás, valóban az. Két dolgot kivéve, mert mondjuk szükségem volt rá pont. Az első ilyen, az egy, ez egy PCI Express-es videokártya, és ez egy Asus Radeon X300SE, tehát a Radeonnak a leges legalja. Viszont passzív fűtéses, van rajta kimenet, van rajta dupla monitor, szóval mit akarhat az ember többet. Igazából nekem arra kell, hogy legyen valami a VGA portban, illetve tesztelni dolgokat, használni. Úgyhogy szerintem arra bőségesen elegendő. Ezt ide berakom hátra, úgy. A következő az apámnak lesz, mert ő nagyon szereti az Alien meg a Predator könyveket. Úgyhogy ez neki lesz. Science fiction, minden franc karika, nagyszerű. Következő pedig, egy ilyen, bocs, hogy remeg a kezem, csak már tartottam vele egész végig, úgyhogy igazából ezért van ez összesen. Van egyszer ő egy Famiclone, ezt megnézem, működik-e, és ha működik, már pedig miért nem működne, akkor pedig eladom. Ez az egyik darab, ugyanis van még egy, ami szintén egy Famiclone, kicsit más belsővel. Ez is egy ilyen kis összeépített valami, elméletileg ennek is működnie kéne, Video Computer System CPU 8 bit, ez valahol így is van. Illetve, még nem ittam. Illetve egy ilyen dobozos változat. Köszönöm be. Bazd meg. Szóval ez egy dobozos változat, egy tápegységgel, két gamepaddal, meg magával a konzollal. Na, ennyi volna.